Ez a 60 év nem annyira kerek, mégis úgy gondoltuk, hogy egy pillanatra meg kell álljunk így közösen. Kolicz Gábor, az idén jubileumi évfordulóját ünneplő Hildi József szakközép és szakiskola igazgatója ezekkel a szavakkal nyitotta meg azt a kiállítást, amely az intézmény elmúlt 60 évének értékeit és érdemeit mutatja be. Az eseményen számos az intézményhez kötődő személy tette tiszteletét. A társintézmények igazgatói kollégák, vállalatok képviselői, a szakképzési centrum képviselői az önkormányzattól jöttek és megtiszteltek bennünket. Régi dolgozóink, akiket már nagyon régóta nem láttunk, és most jó látni őket. Régi tanítványok, akik itthon vannak éppen Magyarországon, és nem külföldön sportolnak, dolgoznak, sokan vannak ilyenek, akikre büszkék vagyunk, és kint külföldön találták meg a számításukat, de hál' Istennek itt Magyarországon is, és legfőképpen itt a régióban nagyon komoly szerepet töltenek be. A kétkeziség területén, amit már említettem, hogy mi fegyverhordozói vagyunk, és szeretnénk, hogyha ez a fajta kétkeziség visszanyerné a tiszteletét, megbecsülését. Az iskola igazgatója elmondta, terveik szerint az egész évük a jubileumi számjegyében telik majd. Ennek az évfordulónak, mint annak idején az 50 éves évforduló is, nem csak egy rendezvényben csúcsosodott ki, az egész esztendő erre lesz számva. A hírnapok, a ballagás, a szalagavató, ahol persze már műsorok is lesznek, de mindenféleképpen ennek a számnak a jegyében telik majd. A szakközépiskola 60 éves történelmét bemutató kiállítást egészen karácsonyig tekinthetik meg a látogatók az intézmény aulájában.